egy nagyon különleges tudásbirtokló orvostudós csoporttal találkoztam. Járvány matematikusoknak szokták őket nevezni. Ők azok, akik abban segítenek nekünk, hogy megérthessük, hogy az egészségügyi jelenségek milyen trendekké állnak majd össze. Egyszerűbben fogalmazva, mi fog velünk történni a következő napokban és hetekben. Csupa rossz hírem van. A helyzet az úgy fest, hogy az egész járvány, az egész eddig tapasztalt járvány legnehezebb két hete előtt állunk. Az újfajta mutációk megjelenése miatt a fertőzések száma erősen nő és nőni fog. Olyan terhelés lesz a kórházainkon, mint amilyen még nem volt. Minden orvosra, minden ápolónőre, minden lélegeztető készülékre szükségünk lesz. És arra kérem a honfitársaimat is, hogy saját maguk életében a lehető legfegyelmezettebben próbálják betartani azokat az előírásokat, amelyeket az operatív törzs közzétesz. Versenyt futunk az idővel, ha sokan regisztrálnak, sokan jelentkeznek oltásra, sokan oltják be magukat, akkor ez a nehéz időszak lerövidül. Ha kevesen regisztrálnak, kevesen oltják be magukat, a nagyon nagy nyomás jelentő időszak hosszabb lesz. Kérek mindenkit, regisztráljanak és oltassák be magukat.